Jó estét kívánok! Lemondta a Warner Bros. Filmstúdió a Sötét lovak felemelkedés című film párizsi vörös szőnyeges bemutatóját a kolorádói vetítésen történt lövöldözés miatt. A film sztárjai a párizsi sajtóinterjúikat is lemondták. A legújabb Batman film bemutatóján egy gázmaszkot viselő férfi nyitott tüzet a nézőkre Denverben. Az incidensben mintegy 50 embert ért lövés, 12-en közülük meghaltak. A magányos tettes az FBI szerint nem áll kapcsolatban terrorista csoportokkal, megrázó képsorok következnek. Menekülnek a mozizók a vérengzés helyszínéről a Colorado állambeli Denver egyik bevásárló központjában. Szemtanúk egy része arról számolt be, hogy sokan reklámfogásnak vélték a hosszú fekete kabátba öltözött, rohamsisakot, golyóálló mellényt és gázmaszkot viselő férfi megjelenését. Ruhája ugyanis hasonlított a Batman film főgonoszának, Bane-nek a jelmezére. Az ámokfutó hirtelen, egyesek szerint terminátorként rontott be a vészkijáraton keresztül az egyik terembe, ahol már folyt a vetítés. Füstbombát vagy könnygázgránátot dobott a nézők közé, majd szó nélkül lőni kezdett. Az emberek menekülni kezdtek, sokan a székük alá bújtak és onnan próbáltak kimászni. Bár a rendőrséget azonnal riasztották, a lövöldözés még jó darabig folytatódott. A férfit később a rendőrök egy a mozi mellett parkoló autóban fogták el, gépfegyverrel a kezében. A tettes, akinél több fegyvert, egy kést és puskát is találtak, nem mutatott ellenállást az őrizetbevételekor. Szemtanúk előbb pánikról, majd tehetetlen dűről számoltak be az eset kapcsán. A lövöldözés után még egy fél óráig egy helyben ültünk, és vártuk a rendőröket, hogy jelt adjanak. Úgy tudjuk, hogy az elkövetőt nem fogták el. Láttuk, hogy embereket kísérnek ki. Láttuk, hogy egy mozdulatlan kislányt visznek el. Ha ott lettünk volna, amikor elfogják, nem ússza volna megélve. Az emberek dühösek voltak és üvöltöztek, lincs hangulat volt. Egyszerűen felfoghatatlan, miért ez bárki is ilyet. Foglalja össze a történtek utóéletét a szemtanú. A sebesültek közül a legfiatalabb egy 6 éves kisfiú. Többek állapota válságos. A lövések erejére jellemző, hogy a beszámolók szerint a golyók a falat átütve a szomszédos teremben is több embert megsebesítettek. Az eset kapcsán megszólalt Barack Obama is. Az amerikai elnököt és feleségét sokkolta és elszomorította a tragikus lövöldözés. A rendőrség tájékoztatása alapján az elkövetőnek nem volt társa, és az FBI közleménye alapján a terrorista csoportokkal való együttműködés is kizárható. Később egy házat teljesen evakuálni kellett. Az őrizetbe vett 24 éves férfi ugyanis úgy vallott, lakásában nagyobb mennyiségű robbanóanyagot halmozott fel. A helyszínt tűzszerészek vizsgálták át, akárcsak a mozi épületét és parkolóját is, ahol végül nem találtak semmit. Nem ez az első tragédia, ami a 2005-ben indult új Batman filmekhez köthető. Heath Ledger tragikusan fiatalon halt meg, néhány hónappal a sorozat második darabjának forgatása után. Halál előtt nem sokkal úgy nyilatkozott, hogy álmatlanságban szenvedett. Joker szerepének megformálása nagyon megviselte. A 28 éves színész végzetét a szervezetében található gyógyszerek okozták, ezek összetevőinek a kombinációja. A sorozat rajongói miatt nemrég egy amerikai filmkritikákat gyűjtő honlapon le kellett állítani a hozzászólás lehetőségét. Egy kritikus ugyanis negatívan nyilatkozott a nagyközönség számára még be sem mutatott filmről. Őt 100-as nagyságrendben kezdték fenyegetni a kommentekben, többen az illető halálát kívánták. A denveri mozi, ahol az ámokfutás történt, egyébként nem messze található a Columbine középiskolától, ahol 1999-ben két diák 13 embert lőtt le.